A házelnök pozitívnak ítélte meg a parlament 7 hónapos munkáját, melynek során a parlament 13-szor ülésezett. Sorsdöntő dolgokkal foglalkoztak, néha kemény vita közepette, de mindig a rendszeren belül és szem előtt tartva a parlamentáris demokrácia elveit. Azt fogalmaztuk meg ambícióként, hogy a vajdasági parlament újra egy olyan intézmény legyen, amelyik nem csak a boiler szerepét játsza el, és amelyik kiszolgálója a végrehajtó hatalomnak, hanem egy olyan intézmény, ahol valós döntések születnek, ahol politika teremtődik, ahol a különböző hangsúlyok és különböző érdekek meg tudnak jelenni, ahol ezek az érdekek ütközni tudnak, és meg tud teremtődni a legjobb döntés meghozatalának a lehetősége. A parlament elnöke elmondta még, hogy a célt sikerült jelentős mértékben megközelíteni, de persze még korán sem fejeződött be a munka. A képviselőháznak 2013-ban számos nyitott kérdést kell majd megoldania, többi között az alkotmánybírósági döntéssel, a statútummal, valamint a tartomány pénzelésével és költségvetésével kapcsolatban.